estét kívánok, kedves nézőink! Az internet térhódítása a telekommunikáció ezen formájának nem csak az előnyeit hozta el magával, hanem sajnálatos módon a buta, de ártalmatlan megnyilvánulásoktól kezdve a bűnözés bugyraig szinte mindent, nem kimélve a 10 éves korosztályt sem. Sokan talán el sem tudják képzelni, hogy az internet világában a gyermekek és fiatalok mennyi veszélynek vannak kitéve. Mai műsorunkban továbbra is az internetes bűnözésről lesz szó. Műsorunk vendége a témát illetően dr. Garambügyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok, tábornok úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Tábornok úr, az előző adásainkban az internetes bűnözésről beszélgettünk, ez egy annyira összetett téma, hogy nem tudjuk átbeszélni egy műsorban, hisz rengeteg szerteágazó szála van. Én szeretném, hogy a mai nap is, a mai műsorunkban is az internetes bűnözésről beszélgessünk, és kezdjük a Darknettel. Mi a Darknet? Kik hozták létre, milyen célból hozták létre, és miért működik egyáltalán a Darknet? Igen, beszédes a neve is, ugye ez a sötét, tehát a Dark Webet is szoktak emlegetni, tehát az internetnek a sötétebb oldala, de nem állítom azt, hogy illegális. Tehát az biztos, hogy nagyon sok, illetve egész pontosan arról van szó, hogy szakemberek szerint nem csak a szervezett bűnözés használja. Nagyon sok olyan ügylet és kommunikáció zajlik a Darkneten, amit egyébként a szokásos módon nem folytatnak. Például a kriptovaluták, a bitcoin itt zajlik. Az egy más kérdés, hogy ezt sokan virtuális pénznek nevezik, de azért ebből elég szépen meg lehet gazdagodni. És hát valóban azt kell mondani, hogy a hagyományos módon ezt a felületet nem tudjuk elérni. Tehát nem arról van szó, hogy a keresőmotor ugye indexeli és elvisz minket bármilyen Darknetes webes felületre, vagy bárhová, címre, IP címre, vagy URL-re, de a lényeg az mégis, hogy a bűnözők előszeretettel használják. Talán 2 évvel ezelőtt volt egy szenzáció, ugye ezt az NSA, tehát a FBI mellett működik, meg a CIA mellett működik egy ilyen amerikai hírszerző szervezet, akik rendkívül fejlett technológiát alkalmaztak. Egyébek mellett pár évvel ezelőtt, ugye ezt a kedves nézőknek emlékeztetőn mondom, mert elég nagy port vett fel, ők hallgatták le Angela Merkel, ugye a német kancellárnak, fél éven keresztül a privát telefonját, ez azt hiszem 4 évvel ezelőtt volt, amire ugye a kancellár asszony annyit tudott mondani, hogy nem volt szép, de ettől függetlenül bárhová ugye, be tudnak furakodni, és mindent le tudnak hallgatni. És ezt is, ezt a történetet is ugye tulajdonképpen ők hozták nyilvánosságra. Az egy másik kérdés, hogy fel nem foghatom, hogy bizonyos konspirációs műveleteket nyilván van valami hátsó szándék, de miért publikálnak? Mert hát ezzel a módszert is leleplezik, de nyilván a tansajokban számtalan ilyen van. Keresett valaki egy bérgyilkost, és bejelentkezett ugye az FBI, és meg akart ölni a feleségét valaki, és lebukott. Na most ugye ez azt jelenti, a Darkneten persze, ez azt jelenti, hogy olyan bizalma van az egyszerű állampolgárnak itt a titkossággal kapcsolatban, hogy ezt megmeri tenni, és föltehetően van jelentkező. Nem zárom ki, hogyha nem az FBI, valaki más, igazi bérgyilkos bejelentkezhetett volna. De mégiscsak azt kell mondani, hogy a 2000-ben, tehát a 2000-es évek legelején bekövetkezett digitális ősrobbanás, ahol a technológia borzasztó módon átalakult, ugye ebben már 20 éve benne vagyunk, picit több is, amit szakemberek a teremtéstörténethez, vagy a kozmikus ősrobbanáshoz hasonlítanak. Tehát olyan mértékben változtatta meg az életünket, miközben természetesen nem teljesen egy új valami jött létre. Hát 1972-ben küldték át az első e-mailt, tehát az informatika, vagy említsük meg Neumann Jánost, ugye, akihez köthető magának a számítógépnek és az egész technológiának a megalkotása, de mégis azt kell mondanom, hogy most a 2000-es évek derekán hasonló a helyzet a nemzetközi szervezett bűnözés tekintetében, mint az 1990-es évek elején mi rendőrök tapasztaltuk akkor a mobiltelefont. Tehát ugye sokáig, évekig nem volt mód a mobiltelefon lehallgatására, egyszerűen ugye ott deficitben volt még a technológia fejlesztése, miközben már az egy vezeték nélküli kommunikáció, igaz, hogy adó tornyokon keresztül, de elég szépen zakatolt, és hát mindent meg lehetett beszélni. Most ugyanez zajlik,
bizonyos tekintetben ugye a darknet-en, tehát azt kell mondani, hogy a sötét oldalon a kommunikációra is használják, ugye említettük az üzleti felhasználást, és egyébként nagyon sok áruház működik. Mondom még egyszer, a virtuális valutának a forgalma is kvázi tőzsdei módon, és természetesen a hibrid hadviselésben is szerepe van. Na most az egy másik kérdés, hogy emellett sokkal jobban, ha már a nemzetközi szervezet bűnözést, a illegális paramilitáris csoportot, vagy terror szervezeteket említjük, ugye akkor ők nem elsősorban a darkneten kommunikálnak, hanem legújabban olyan digitális technológiát használnak, ugye, ami a mesterséges intelligenciákra épül. Ez is természetesen, ugye beszéltünk talán két adással ezelőtt, erről a hibrid hadviseléshez tartozik. Tehát ugye az NSZ a legjobb példa, mindent le lehet hallgatni, és ebből a szempontból azért figyelemre méltó, ugye hát több hónappal ezelőtt történt Magyarországon, az a támadás, ugye elsősorban ugye SMS-eket küldtek, hát nyilván akkor még más volt a vírus helyzet, nagyon sokan rendeltek, ugye, kiszállítással vitték a portékákat, de ezek adathalászok voltak. Aztán ugye megjelennek, ez mindig van, lesz is sajnos, olyan a pénzintézetek logójához kísértetésen hasonló arculatokkal a csalók, akik szintén egészen eljuthatnak, ha bizonyos kommunikációt folytatunk a szélhámosokkal, a bankszámlákig, kódokat meg tudnak, és itt tehát erre is felhasználják a mesterséges intelligenciákat, és azt kell mondanom, hogy az elején a bevezetőben elhangzott, ugye kriminális veszély, az sajnos valós. Fogalmilag úgy lehet, ugye szakembereket idézek, fogalmilag ezt úgy lehet definálni, hogy a virtuális világban, de maradjunk az internetnél, amit el lehet követni, azt el is követnek. Pár évvel ezelőtt volt Mexikóban egy emberrablás, amit ugye nehezen tudunk értelmezni, hogy interneten követték el, de volt ilyen, ott is ugye nagyon erős a szervezett bűnözés, és a kábítószer kartellek egész Dél-Amerikában, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ennek a társadalmi veszélyessége nagy, miközben visszavonhatatlanul az életünk, ugye a világhálón zajlik, és a digitális technológia annyira természetes lett a mindennapi használatban, hogy már igazándiból fel se fogjuk a veszélyeit. Tábor, akkor a darknet az gyakorlatilag akkor, amikor ugye megtörtént ez az úgynevezett technológiai ősrobbanás, vagy digitális ősrobbanás, már akkor ugyanúgy kialakult, mint az internetnek a legális oldala? Már akkor működtették? De ez csak a folyamatában alakították, vagy alakult ebbe az irányba? Természetesen ugye, hogyha egy picit szabadon idézhetném, nem azonnal alakult ki Murphy-t, ugye Murphy azt mondja, ami elromolhat, ami az el is romlik, amivel ugye utána szabadon, amivel vissza lehet élni, vissza is élnek. Na most ugye az a helyzet, hogy itt létrejön egy hihetetlen mértékű ugye, kapacitás. Vannak olyan tudományos sorozatok, ugye, amelyek időre bemutatják, hogy mondjuk a Facebooknál szinte naponta szekrény méretű, ugye, rendszereket kell telepíteni, mert nem bírja a terhelés, közelít már a 3 milliárdhoz, ugye a világon a Facebooknak a... De egyébként ide tartozik az internet is a felhasználók, ugye, és azt is látjuk, hogy mindig valami folyóhoz telepítenek újabb és újabb ilyen rendszereket a hűtés miatt, vagy felhasználják, hasznosítják esetleg középületek fűtésére ezt az energiát, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy olyan fajta hardware kapacitás jön létre, ami ezt a terhelést megpróbálja ugye elviselni, vagy kiszolgálni az újabb és újabb internetezőket, vagy felhasználókat, és amikor ugye rájöttek erre folyamatosan, ez is az ősrobbanás után volt, hogy tulajdonképpen megint Murphyhez kell visszanyúlnunk. Amerikában ugye a multicégek, vagy ezek az óriás médiavállalatok, ugye 15-20 évvel ezelőtt prognosztizálták, hogy valószínűleg azért, mert nem működik már, vagy
az akkori technológiai fejlettség nem nagyon engedte meg, hogy ilyen táblatokba azonos feltételekkel gondolkodjak, létre kellene hozni egy úgynevezett internet kettőt. Ugye? Ezt még nem betették el, miközben legalább, csak zárójelben mondom, legalább ennyi ideje szorgalmazzák Amerikában, nyilván nem az adatszolgáltatók, vagy a harmet, ugye tulajdonosok, hogy ezt valamilyen jogi szabályba kellene tételes jogba foglalni. Mai napig a Facebooknak semmilyen szankciórendszere nincsen, ugye? Tehát se azt nem tudjuk megmondani, hogy miért tiltanak le. Ha meg bekövetkezik ez a prohibíció, akkor meg hogyan lehetne ezt szankcionálni. Vannak nemzetállami kísérletek, de ezt az állójeletbe bezárom. Tehát gyakorlatilag ez is több évtizedre nyúlik vissza, hogy a sötét oldalon elkezdenek, ugye hackerek dolgoznak, vagy dolgozták ezt igazán diból ki. Nem én állítom, szakemberek véleménye, hogy nagyon etikus hacker nincs, elképzelhető, hogy lehetséges ilyen, de az itt a másik oldalra a technológia tudás birtokában nagyon sokan átállnak, nyilvánvalóan többet kap, mint egy közigazgatásban, ugye, ha esetleg rendszergazdaként dolgozik, de azért a morális problémákat azért ne söpörjük az asztal alá. A legfontosabb az, hogy ez is sajnos most már működik és terjeszkedik, de valószínű, hogy ugye a műholdas technológiák azért nagyon sok mindent át fognak venni. 2200 műhold van most, ugye nekünk is már kettő van magyaroknak, ugye működik. Állandóan fönt. Tehát azt lehetne mondani a világűrben, hogy 5 percenként ugye Magyarország fölött a legális műholdak. Ezekben olyanok vannak, ugye, amelyek mit tudom én, időjárást kutatják, egyéb környezeti információkat, vagy kozmikus jelenségeket, vagy a kommunikációt segítik a Földön, de hát a katonai műholdak ebben nincsenek benne. És azt kell mondanom természetesen, hogy ezek korlátlan lehetőséget biztosítanak, ami szintén a digitális technológia része. Ezzel most legújabban, ugye, sajnos azt kell mondanom, pár adással ezelőtt megint csak erre utalok, beszéltünk arról, hogy ugye az iszlám állam milyen leleményesen használta az internetet, ugye, külön Facebook oldaluk volt és így tovább, és nagyon sok, főleg az arab tavaszt követően, tehát 2011 tavaszától követően nagyon sok fiatalt ugye így toborzott, nagyon sok francia van köztük, vagy a legtöbb például 16-18 éves, más államokban is voltak, kevésbé milyen korosztály, hanem picit idősebbek, de a lényeg az, ennek is megvan az oka, de most nem tudom kitérni, hogy miért a galloktól, de a legfontosabb az, hogy nagyon leleményesen használták ők csak a Facebook oldalt. És nem tudunk arról, hogy mennyi a darknettel kapcsolatban ugye látencia van, és hát a digitális technológia is. Ugye egy dolgot kell ide gondolni, az utolsó stádiumában, ugye, amikor az oroszok, a peshmergák és az amerikai csapatok, ugye talán pár évvel ezelőtt, ugye, hogy felszámolják, az utolsó támadást indították az iszlám állam fővárosa ellen, ugye akkor elindítottak egy csomó Tomahawk rakétát, amiből sajnos az 50-ből talán több mint a fele nem ért célba, de az is digitális technológia volt. Az egy más kérdés, hogy ennek azért van rizikója, de nem tudjuk az okát, valószínű, hogy ezeket rosszul kalibrálták, de a lényeg az, hogy ha a darknetről beszélünk, akkor nem csak a hibrid hadviselés is persze, de én ami miatt aggódom, az a nemzetközi szervezet bűnözés, amelyik egyébként nagyon veszélyes triászt alkot. Ugye? A nemzetközi szervezet bűnözés, én többször elmondtam már, most is fenntartom, borzasztóan érdekelt a migrációban, óriási pénzeket kasszál. 2019-ben ugye 50 milliárd euró volt a bevétele, illegális jövedelme, és
megelőzte a mondjuk a illegális fegyverkereskedelmet, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy Európa ennyit költött a migránsok befogadására, szállására, orvosi vizsgálatra, képzésére, nyelvtanárokra, amit ők egy év alatt ugye ilyen módon kaszáltak. Tehát a nemzetközi szervezetbűnözés, ugye az a pénz oligarchia, ami nem mutatja az arcát, lehet háttérhatalomnak is nevezni. Ugye ezeknek óriási a befolyása. Megint szakemberekre hivatkozom, képesek egy elnökválasztást eldönteni. És a harmadik, ezért triáz, az a nemzetközi korrupt politika. Tehát ugye nagyon jól tudjuk, ezt megbeszéltük már egy párszor, hogy szembeötlő bizonyos politikusoknak a dilettantizmusa, amatőr viselkedése vagy passzivitása, akár a migrációval kapcsolatban, és mindig azt hiszük, hogy hát hogy kerülhet ilyen pozícióba valaki, aki egy országnak a sorsát el tudja dönteni, és akkor is, most is fenntartva a korábbiakat, ez egy kreatúra. Yeah. Tehát megint oda kell jutnunk, hogy Keresztapa második rész sajnos, amikor Hymer Roth, ugye a maffia főnök elmondja Don Corleone-nak, ugye, Kubában, az is beszédes, hogy meg kell találnunk azt az embert, aki az Egyesült Államok elnöke akar lenni. És ő lesz. Ugye? Tehát, és nem minden alap nélküli, ugye 74-ben forgatták a második részt. Tábornok úr, ha már a szervezetbűnözésről és az iszlám államról beszélgettünk, és szóba került, kell-e attól tartani, hogy terrorakciókat elkövetnének olyan digitális célpontok ellen, amelyek mondjuk civil lakosságot érintenek, atomerőművek, ugye áramellátás, vízi erőművek, közlekedési infrastruktúra, akár a személyszállítás, akár a vasúti közlekedés tekintetében, ahol, hogyha mondjuk össze vannak akasztva különböző parancsok egymással ellentétesen, akkor lehet, hogy ebből tragédiák lehetnek. Kell-e ilyentől tartani? Vagy erre föl van-e készülve a szervezet bűnözése elleni védekezés nemzetközi szinten? Rendkívül izgalmas kérdés. Azt kell mondjam persze, hogy én reménykedem abban, hogy az elhárító szervek fel vannak készülve, és igen, a válaszom arra a kérdésre, hogy kell ettől komolyan tartani. Évek óta halljuk az információkat, ugye, most mindegy, hogy milyen okoknál fogva, de az önvezető autóknak a fejlesztése, az most már tényleg a finiséhez kezd közeledni, a járművek is, ugye volt egy ilyen kísérletünk is az M4-en, ahol ugye három kamion ment egymás után, de az elsőben volt csak, azt hiszem két évvel ezelőtt, elsőben volt sofőr, ugye, és ezek a önvezető rendszerek, ugye ez megint digitális technológia, alkalmasak voltak, hogy a kamionok részt vegyenek a forgalomban, a Google-nak ugye több mint 10 évig folyt egy ilyen kísérlete, a lényeg az, hogy itt most egy picit megtorpant. Ami a kérdésben elhangzott, az aggasztja a konstruktőröket. Ugye nem is olyan régen, néhány hónapból ezelőtt napvilágot látott egy amerikai tanulmány, ami az önvezető autóknak a digitális technológiát, de technológiáját ugye, helyezi a potenciális ugye, terrorszervezetek látókörébe. Murphy-t említettem, és elnézést, hogy nem egy tudományos forrás, de hozhatnám Steve Hawkingot is példának, ugye, aki azt mondta, hogy egyebek mellett ugye a mesterséges intelligenciák esztelen és kontroll nélküli fejlesztése lesz az, ami elpusztítja az emberi fajt, ugye a másik pedig le a genomban kódolt zabolátlan erőszak, tehát ő azért egy kicsit fajsúlyosabb, de azért a hasonlat Murphy-vel kapcsolatban is az, ugye, hogy amit el lehet követni fogalmilag, ugye bűncselekményt, azt el is fogják követni, és ezért ők azt ezt a tanulmányt ugye nyilvánosságra ösztönök, aminek az a lényege, hogyha netán a terrorszervezetek, vagy ilyen paramilitáris, de mindenképpen rossz szándékú bűnszervezetek, ugye átvennék az irányítást egyszerre, mondjuk, ugye hoznak egy ilyen példát, San Franciscót, 3000 autót, autó felett, hozzáteszem, az első ilyen kísérlet 2012-ben volt Kínában, amikor teljesen hétköznapi eszközökkel 20 km távolságról
elindultottak úgy egy parkolóautót, ami be volt fékezve. Ugye egy önvezető autót, és akkor ebből nagy sajtótájékoztatót tartottak kínai mérnökök, akik ezzel az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmünket, vagy a fejlesztőknek a sebezhetőségére. Mondom még egyszer, ne firtassuk, hogy mi az oka, hogy a mesterséges, vagy az önvezető járműveknek a fejlesztése ilyen ütemű, a távlatok világosak, hát mennyire jó lenne az, hogy a levegőbe is. Sőt, ugye a párizsi olimpián már olyan taxik lesznek, légitaxik, és ezt be is mutatták, ugye az 2024. amelyek pilóta nélkülnek. Egyelőre két ember tudnak szállítani, de azt is mondhatnám, hogy egy picit termetesebb drónok. Tehát visszatérve az amerikai tanulmányra, tehát abból indulnak, hogy 3000 autó fölött, ami egyébként önvezető és teljesen normálisan, szabályosan vesz részt a forgalomban, egyszerre, ugye ez, hogy jött ki, ezt csak kalibrálták ezt a számot, átveszik a hatalmat, ugye a terroristák, ezzel a mesterséges intelligenciával, ami beavatkozik abba a rendszerbe, ugye aminek nincs megfelelő védelme, mert egyébként a kísérletnél ott is ült bent a befékezett autónál Kínába valaki, de egyszerűen ugye se a kormányt nem tudta elfordítani, se visszahúzni a kéziféket. Nagyon fontos. A lényeg az, hogyha ezt és csak annyit csinálnak, hogy ezt az hatalmas jármű tömeget ugye fölvezetik a járdára. Tehát akkor gyakorlatilag majdnem azt mondanám, hogy egy hagyományos, ugye nem tudom hány kiló TNT töltető robbanással felelne meg, arra nem is beszél, hogy milyen pánikot okozna, mert ez földrajzilag nem szükséges egy helyre koncentrálni, bárhol 3000 autót, mondjuk egy ilyen nagyvárosban, ami a tanulmány behangzik, egyszerre egy időben ugye föl lehet használni ilyenekre. Na most itt egy picit ugye ezen a konstruktúrok elgondolkodnak, és fejlesztik folyamatosan azokat a rendszereket, ami ezt kiszűri és nem engedi meg, hogy átvegyék, beavatkozzanak, ugye? De ez még azt mondanám, hogy ez a fajta fejlesztés nem fejeződött be, de az beszédes, hogy maguk a technológia ugye kiagyalói azt mondták, hogy most egy picit felfüggesztik, és ezen elgondolkodnak. Voltak ilyen kísérletek már korábban is, ugye, hogy próbáltak ilyen mesterséges, etikus hackerekkel támadásokat intézni a rendszerek ellen. Ezt hol sikerült kivédeni, hol nem. Nem megnyugtató. De ebben az értelemben akkor adott esetben egy atomerőmű ellen is történt ugyanilyen támadás, ami azért lényegesen komolyabb problémákat tudna okozni. Tehát ott is valószínűleg ugye számítástechnikai rendszerek üzemeltetik az erőműveket, és akkor lehetne mondani a vasúti közlekedéstől csak egy vonat átállításával két egymásra szemben közlekedő vonat összeütköztethető. Igen, ugye az előbbi felvezetőben elhangzott, ezek mind kritikus infrastruktúrák. Tehát az atomerőműtől kezdve ugye a vízkészletekig egyéb, nem is kell katonai objektumokra vagy technológiára gondolni, de én azt gondolom, ha már az atomerőműt említettük, itt különleges biztonság van. Tehát a paksi atomerőműben, ha konkrétnak legyek, de egyébként a világon sehol sem, egyenlőre nem tudták még megzavarni, semmilyen ugye, technológia folyamatban nem avatkoztak be. Volt ilyen kísérlet, de gyakorlatilag ugye ez megrekedt a közigazgatásnál, és ugye egyszer volt Londonban olyan, amikor 150, illetve az egész Európában 150 millió ugye PC-be avatkoztak be, és Londonban egy kórházat, aminek egyébként semmilyen védelme nem volt, megbénítottak azáltal, hogy az asztali számítógépek leállították, mesterségesen olyan terhelést adtak, hogy lefagytok. Tábor, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Visszaveszem most öntől a szót, mert elfogyott a műsoridőnk. Egy következő műsorban ugyanúgy az internetes bűnözés és az ezzel ellen való védekezési lehetőségekről szeretnék még önnel beszélgetni, és köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját munkra is, hogy ne legyen áldozat.